Mennyi tengeri fűre lehet szüksége Japánnak ahhoz, hogy elérje éghajlati és környezetvédelmi céljait a klímaváltozás enyhítése kapcsán? Yokohama egyik népszerű strandján önkéntesek ültetnek növényeket a vízbe, reménykedve abban, hogy jelentős változást érnek el. A tokiói öböl peremén található sekély vízben korábban hemzsegtek a tengeri fűágyak, de ahogy az öböl területe fejlődött, az óceánban élő növények kipusztultak. Főként Japán legnagyobb városa, Tokió és Yokohama szélén vannak veszélyben. Réges-régen, még a területrendezés előtt sok tengeri fű volt itt, de ahogyan a városok fejlődtek, mind kipusztult. Sokan voltunk, akik szerettük volna növelni az élővilágot a tengerben, ezért körülbelül 2000 óta azon dolgozunk, hogy visszahozzuk ezt. A természetes ökoszisztéma helyreállítása a fő oka annak, hogy a mintegy 100 önkéntes összegyűlt a palánták ültetésére. A jelentkezők a növények gyökereit a gyakolyókba csomagolják, és a sekély hullámok közé viszik. Ha a tengeri fű minden olyan területen növekedne, ahol lehetséges, akkor szerintem akár az emberi kibocsátás 10 vagy 20%-át is el tudná nyelni. A jelenlegi állás szerint talán legfeljebb néhány százalékra képes, így nem lesz gyors hatása a globális felmelegedés elleni intézkedésként. A tengeri fű helyreállítása Japán szélesebb körű környezetvédelmi törekvéseihez is hozzátartozik, beleértve az ország azon célkitűzését, hogy 2050-re széndioxid semlegességet érjen el. Végeztem néhány számítást. Ha ezek helyesek, ha az összes kibocsátást csak tengeri fűvel szeretnénk felfogni, akkor Japán gazdasági területeinek 10%-át fel kellene használnunk erre, ez pedig 433 millió hektárnyi terület. Rengeteg. A Japán Környezetvédelmi Minisztérium becslése szerint 2022-ben a tengeri fűágyak, a mocsárrétek és a mangroveerdők által természetes módon tárolt szén mennyisége jelentős, az üvegház hatású gázok mintegy 0,3%-a. A legtöbb partmenti terület nagyon leromlott. Óriási erőfeszítés és pénzbefektetés lenne szükséges ahhoz, hogy mindenhol olyasmit tegyenek, amit Yokohamában tesznek. Elképesztő lenne, ha ez megtörténne, de sajnos nem hiszem, hogy ez a jövőnk. Japánnak jelenleg nincs erre kapacitása. A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint a tengeri fű és hínárréteg zsugorodott, ami még nagyobb kihívássá teszi az újratelepítést. A növény borította felületek 1990-ben még csaknem 350 ezer hektárnyi területet borítottak, de a becslések szerint ma már kevesebb, mint 200 ezer hektárra terjednek ki.